apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva, maradva énekeljük a 105. Zsoltárnak az első versszakát. 105. Zsoltár első versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek! Országgyűlési képviselő urat, neki is köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm nagy tiszteletű Horváth Barnáni, nagy tiszteletű asszonyt, és örülünk, hogy ő is elfogadta, és külön örülünk annak, hogy ilyen jó egészségben látjuk a nyugdíjas éveiben, és reméljük, hogy még sok ilyen háladó Isten tiszteleti alkalmunkra el tudja fogadni a meghívásunkat. Köszöntöm a görög katolikus Nyármi Zoltán esperes urat, és köszönöm, hogy ő is elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a többi meghívott vendégeinket, és végül, de nem utolsó sorban gyülekezetünk tagjait. Most pedig felkérem Demeter Zoltán urat, és mindenki köszönjük. Megköszönöm egyházmegyénk vezetőjének, nagy tiszteletű Szönyi Tamás esküvőnek az ünnepi szolgálatát. Egyben ugyanezzel a gondolattal köszöntöm a mi gyülekezetünk otthonában, a kistemplomunkban. Köszönjük, hogy elfogadtunk. Egyben köszöntöm Demeter Zoltán országgyűlési képviselő urat, neki is köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm nagy tiszteletű Horváth Barnáni, nagy tiszteletű asszonyt, és örülünk, hogy ő is elfogadta, és külön örülünk annak, hogy ilyen jó egészségben látjuk a nyugdíjas éveiben, és reméljük, hogy még sok ilyen háladó Isten tiszteleti alkalmunkra el tudja fogadni a meghívásunkat. Köszöntöm a görög katolikus Nyármi Zoltán esperes urat, és köszönöm, hogy ő is elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a többi meghívott vendégeinket, és végül, de nem utolsó sorban gyülekezetünk tagjait. Most pedig felkérem Demeter Zoltán urat, és mindenki köszönjük.